hogy nem látszott taginak. Ó, igen, ez a trükk. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egyrészt ismételten van egy társvendégem, Emma. Másrészt a mai videóban közösen fogunk reagálni néhány kommentre. Néhány negatív töltetű kommentre. Igen, mi az első pontunk, amiről beszélünk? Hát úgy általában ja, hogy a negatív kommentekről. Mesélj nekünk, Matilda, a negatív kommentekről. Némisd már le, kérlek. Megtörtént. Rezgés, leveszem. Szóval, ezt most ilyen interjúszerűen csináljuk? Szerintem, hogy... Na, szóval, nyilván az, hogy van egy ilyen platformod, ahol te tartalmat gyártasz, az együtt jár azzal, hogy érkeznek kommentek. Bezogy. Mindenféle kommentek. Igen. Hogy érint ez téged? Több pszichológus. Feküdj le. Meséld el, mit érzel. Na, hát igazából a legelső kommentek azok olyanok voltak, hogy egy kicsit fájtak, de mivel igazából a legelején főleg nem is olyan volt, ami ilyen építő jellegű kritikát próbált volna adni, hanem csak így egy csomó random sértő szót dobáltak egymás után, ami így hirtelen fájt, de amúgy meg rájöttem, hogy semmi értelme az egésznek, és így lazán rányomtam a spam jelölés gombra. Most már mondjuk azt se csinálom, mert most már úgy vagyok vele, hogy jó van, legyen ott a videó alatt, élvezze azt az 5 percet az ember, amíg megírja, és kiposztolja, és reménykedik, hogy én majd arra valamit reagálok, de én meg elolvasom, általában röhögök egy jót rajta, és így annyiban hagyom, mert most már annyira nem tud az ilyen, tényleg az olyan komment érdekelni, amiben semmi építő jellegű kritika nincs, csak így arra megy rá, hogy vagy sértegessen, vagy eszetlenül fikázzon engem, mert azon tényleg csak nevetni tudok. Ennyi. Úgyhogy az üzenet azoknak, akik ilyen kommentet írnak, senkit nem érdekel. Ja, az a másik kedvencem meg az, bocsi, csak elmondom. Csak volt már olyan, hogy valaki hagyott olyan típusú kommentet egy videó alatt, de aztán ki is törölte. Amiben az a vicces, hogy még hogyha ki is törli elég gyorsan ahhoz, hogy én a videó alatt ne tudjam elolvasni, én arról automatikusan kapok e-mailt, és az e-mailben el tudom olvasni az egész kommentet. Karma! Szóval, hogy ha valaki ezt csinálja, és utána rájönni nem kellett volna, akkor igazából később állott, mert én megkapom róla az e-mailt, és általában mivel mindig megnézem a kommenteket, amiket kapok, és látom, hogy nincs már ott a komment, mert rámegyek, mert kapom róla az értesítést, hogy kaptam kommentet, rámegyek, a YouTube-on nem dobja ki, és akkor megnézem az e-mailt, és akkor el tudom ott olvasni, szóval így írjatok kommenteket. Ja, ez a tanulság. Hogy az életben is gondolkodj, mielőtt beszélsz, az interneten is gondolkodj, mielőtt kommentelsz. Jó, akkor szerintem nézzük meg pár ilyet. Csak, hogy ilyen értelmetlen kommentet szeretnénk? Jó van. Melyik a legyen a legelső? Az. A legelső. A legelső, egyébként ezután kutatnom kellett, mert ezt ki is töröltettem a csatornán a videók alól, meg lefényképeztem, de ki is töröltem, de szerencsére megtaláltam, úgyhogy megörökítettem. Tehát, hogy ez életem kommentje. Kérlek, olvassam föl. Nem tudod kimondani, hogy Andrzej Zabkowski az igen, Riviai Gerald az anyád ragadja Szerer Martinnal, te szuka. Te szuka? Én igazából azt nem értem, amikor ezt így valaki leírja. Mit gondol? Mit gondoltál? De hogy ne szaki. De nem tényleg, hogy anyád ragadj össze Árár Martinnal, te szuka. Ez azt hiszem a 2017-es Oscar díjas videóm alá jött. Igen, mert abban volt a vaják egy csomószor, meg a... Egyébként ehhez van egy valami, egy ilyen idézet, nem tudom ki mondta, nem tudom hol láttam, tök mindegy, lehet fikázni érte. Bárki. Okay. Na, tehát van egy ilyen idézet valakitől, nem tudom kitől, hogy ha valaki nem helyesen ejt ki valamit, akkor azt
ne kritizáld, mert valószínűleg azt jelenti, hogy egy könyvből tanulta. És nem tudja, hogy kell kimondani, ugye, mert nem hallotta élő szóban, úgyhogy... Ja, ilyenért ne fikázzatok másokat. Ne! Semmi értelme. Várjál, neki van egy másika. Igen, ez. Ezt mondjuk nem tudom már, hogy melyikre, melyik videó alá írta, lehet az angolul olvasósa, nem tudom. Amit te olvasol, az nem könyv, hanem ponyva, limonádé, szemét. Talán a vaják kivételével, ha bár talán még az sem. Anglomán, kurva, kúval írva. Bájos. De ez már majdnem a következő kategóriánk. Ó, igen. Úgyhogy ezt tegyük kicsit ezt tegyük félre. Nekem még van itt nagy kedvencem ebben a... Ezt a kategóriát neveztük el, az abszolút értelmetlen szövegértés hiánya és egyéb kategóriának. Tehát például. Ja igen, volt a izés videóm a Metropolis Media kiadótól, amikor kaptam könyveket. És arra kaptam egy ilyen ilyen kommentet, hogy Finnország Európához tartozik. Mert én tudom, hogy egy ponton mondok egy olyat a videóban, hogy kaptam két finn könyvet is, és mondom a videóban, hogy a finn könyv viszont nem jó. Mert már benne volt a barangolás Európában sorozatomban egyszer, tehát nem fogom még egyszer olvasni. Mármint Finnország. Igen, tehát hogy Finnország, nem azt mondtam, hogy Finnország nem Európához tartozik, annyit mondtam, hogy Finnország már nem jó a sorozathoz. És így erre kaptam ezt, hogy kilettem oktatva földrajzból. Pedig ötös voltam. De egyébként ez, hogy Finnország vesző Európához tartozik, ha kötekedni akarunk. Ja, de erre vissza is írtam, hogy ja. Elmondom a videóban egyébként. Mert amúgy nem szoktam az ilyen kommentekre válaszolni így majdnem abszolút soha. Igen, egyébként, mert szerintem az ilyen trollológia alap. Hogy a trollok csak figyelmet szeretnének, úgyhogy felesleges rájuk reagálni. Mert pont azzal adod meg nekik azt, amit szeretnének. Igen, úgyhogy ja. Csak ilyen nagyon kivételes esetekben szoktam körülbelül erre válaszolni. Mert ez nem troll, ez a szövegértés hiánya kategória. Igen. Meg erre válaszoltam. A másik kedvencünk, mert ugye Matilda levágatta a haját február elején valamikor, és ez néhány embernek nagyon tetszett. Fájdalmat okozott. Igen. De ezeken a kommenteken tudtam a legjobban röhögni, tehát hogy... Igen. Az én külsőm, azt csinálok vele, amit akarok, és akkor, mivel levágattam ilyen tényleg nagyon durván rövidre a hajamat, ahhoz képest, hogy lány vagyok, és egyből kaptam az összes fiúnak nézel ki, növezd vissza, és így. De nekem ez a kedvencem, tehát mert ez az enyhén ilyen patronizáló kicsim jelző ott az elején, nagyon imádlak. Kicsim, növezd vissza a hajad, mert nagyon fiús. És így erre annyit tudok mondani, hogy nem, de ez tényleg, tehát, hogy egyrészt ott kezdődik, hogy nem fikázzuk mások külsejét, mert az így hány éves vagy? 5? Mert igen, akkor még ment, hogy hogy nézel ki. De hogy ez a kicsi, valószínűleg egy férfi kommentelőtől egyébként, bár ezt most csak feltételezem, nem lehet tudni, több mindegy, kicsi. Na. Nem. Nem kéne. Mindezt az orrhangomon, mert meg vagyok fázva. Nagyon orrhangomban? Nincs egyébként. Akkor jó. Ez még volt egy. Sőt kettő. Igen. Kettő is volt, igen. A másik az ez. Elég szar az új hajad, úgy nézel ki, mint az 59 éves nagymamámnak. Tényleg. Hagyjuk már. Jó, neked nem tetszik, király. Neki meg igen, és az a lényeg. Amúgy meg a nagymamád akkor jól néz. Ja, menő a nagymamád. És még... Ja, igen. Tényleg az abszolút kedvenc kommentem, erre egyébként érkezett egy válasz is. Azt hiszem az volt, egy idióta. És Pacsi annak, aki azt írta. Tehát ez, hogy fiúnak nézel ki, sok röhögős fej, és like, aki szerint igen. De ez meg... Én már lehet öreg vagyok, és az a baj, de ez a like, aki szerint igen. Miért van neked szükséged arra, hogy valakik így validálják a te véleményedet lájkokkal? Nem.
Nem, ez nem számít. Tehát, hogy a YouTube-on egy random ember random videója alá bekommentálsz egy full random dolgot, és majd te attól jól érzed magad, hogy érkezik rá, nem tudom, 3 like. Nem. Nem. Nem tudok más mondani. Ez az kioszthatod a mai generáció. De tényleg, tehát menj ki, sétálj egyet. Attól jobban fogod érezni magad, ígérem. És amúgy igen, tehát ennyit érsz el vele egy ilyen kommenttel, akárki is hagyta, mert mi jó fejmódon letakarjuk a neveket. Ugye? Igen, majd kiszedem. De hát annyit érsz el vele, hogy mi röhögünk rajta egy jót, mert ennyi történt, mikor megláttuk. És ja, és egyébként ez egy április-május, valamelyik, vagy lehet valamelyik nyári videóm alatt lett hagyva ez a komment, nem tudom, tehát egy még a tavalyi év első felében jött, és azóta azt hiszem egy darab like van rajta, azt is az unokatesóm hagyta rajta poénból. Vagy hát unokatesónk hagyta rajta poénból, úgyhogy szerintem ez mindent találjuk. De reméljük jól esett ezt leírni. Igen. Na mi van még itt? Ó, igen, nekem az egyik kedvencem a hülye. A hülye. A hülye. Hülye. Igen, tehát amikor ez a... Nem is tudom, hogy ezt este kaptam, vagy reggel, de tudod, amikor csak így random megnézed a telefonodat, mert látod, hogy jelzed, hogy jött értesítés, és így ez az értesítés. És ilyenkor érzed azt ugye, hogy ez az. Ezért csinálom. Igen. Ilyenkor így egy könycseppet elmorzsolok, hogy elértem már valamit az életben. És akkor ennek van egy párja, a fejezd már be, te hülye. Ez egy időpontban érkezett kb? Igen, és azt hiszem, hogy ugyanez a kommentelő, ez így ez végigment más csatornákon is, és így mindenhol hagyott ilyen csodálatos kommenteket, és ami utal az elmeállapotára. De elmeszlákit. Tehát így nem értem, hogy valaki miért pazarol időt arra, hogy fogja magát, végigmegy a magyar booktube-osoknak a videóin, és így random kommenteket hagy alatt, tehát egy ilyen értelmes kommenteket, és ettől ő jól érzi magát, és így erre időt szán. Na igen, de akkor én is mondom azt, amit a végén szerettem volna így ehhez, hogy annyi negativitás van a világban egyébként is. Gondold végig, hogy szükséged van neked arra, hogy ehhez még hozzátegyél, ráadásul ennyire felesleges és értelmetlen módon, mert ez tényleg ez semmi, és te erre időt szántál, akárki is vagy. És nem tudom, neked is azt tudom mondani, menj ki, sétálj egyet, süss egy sütit. Valahogy vedesd le a feszültséged. Tényleg annyi szar van a világban, így nem kell még önként hozzátenni tök feleslegesen és céltalanul. Szerintem. Emma Coelho. Na, azt hiszem, igen, azon végigmentünk. Á, igen. Erről szerintem beszélj te. Nem fogok. Nem fogsz? Nem, tehát jaj, ez melyik videód alatt volt egyébként? Nem a nőírós, nem az alatt, hanem valami, csak úgy random valami alatt, nem? Szerintem igen, valamelyik random alatt, nem a nőírós, vagy lehet az alatt. Tehát jaj, te feminista vagy. Igen, ennek egy, amúgy az a sztoria, erre emlékszem, hogy körülbelül lettel az illetőtől két kommentet kaptam. Az első az ilyen kilométer hosszú volt, dicsérte, hogy milyen jó videót csinálok, nem tudom. Tehát, hogy tényleg agyon lettem dicsérve. Ez volt a második komment a következő videó alatt, és akkor így mondom. Oké, haver. Jó volt találkozni. Innen kikap. Tehát, hogy... Nem fogok kis előadást tartani erről, mert... Nincs annyi szufla a kamerában. Mert felesleges. De ja, az. Neked is annak kéne lenni, mindenkinek annak kéne lenni, ha meg nem tudod, hogy mit jelent egyébként, és nem a téves értelmezésben, akkor nézz utána. És ha nem vagy, az nem vagy jó fej. Na jó, nem, mindenkinek lehet véleménye, de alapjában véve a feminizmus annyira... Amit megfogalmaz alapjában a feminizmus, és nem az, ami rá lett pakolva menet közben, az annyira alap, hogy aki azzal nem ért egyet, az így... Ja. Na mindegy, de igen, tehát hogy alapjáraton a feminizmus, amit jelent, azzal így mindenkinek egyet kéne értenie. Mert amit hiszel, hogy az a feminizmus, az nem a feminizmus. Nézz utána. Jó. Oké, következő. A másik, amit nagyon szeretek, amikor így valaki trollkodni akar, meg ilyenek, hogy akkor legalább már csináld értelmesen,
jó helyes írással. Mert amikor azt látom, hogy körülbelül az autokorrekt segítségével teljesen értelmetlen mondatokat dobálnak be nekem, akkor még ha próbálnám, se tudnám azt a troll kommentet komolyan venni. Tehát egy alapból ott meghiúsul a pici lelkem bántásának lehetősége, hogy félreképez. Igen, és hogy olyan mondatokat és szövegszerkezeteket dobálnak be, hogy ezen nem lehet, ezen tényleg csak röhögni tudok, mert értelmetlen, amit írnak. Tehát tanulság, ha trollkodni akarsz, vagy kritizálni, akkor figyelj oda a helyesírásra. És a mondat szerkesztésen. Ezt nem is tudom körülbelül, melyik videó lehetett. Ezt a könyvet választottam. Fú, ez a sok ismétlés ennek az F-nek a könyve. Ja, használj ékezetet! Igen, egyébként. Ha trollkodsz, használj ékezetet! Nagy betűt a mondat elején. Amúgy, tehát ez, nem tudom eldönteni, hogy ezt olyan telefonról írták, ugye az ékezet hiány miatt, de viszont kisbetűvel kezdődik, ami meg általában, hogyha gépen érsz, akkor fordul elő. Szóval ez ilyen teljes rejtély, hogy ez hogy történhetett ez a komment. De tehát ilyen trollológia első óra, hogy igen, akkor figyelj arra oda, hogy értelmes legyen, amit írsz. Ha már fikázódni akarsz, akkor fikázódj nyelvtanilag helyesen. Amúgy azt veszem észre, hogy szerintem kicsit odébb jöhetnénk, vagy te húzódj közelebb hozzám, vagy nem tudom, hogy nem szeretnél a közelemben lenni, vagy ilyesmi. Nem, mert egy angolom megkurva, vagy egy visszuka. Az ilyeneket én nem csípem. Jó, ez volt az értelmetlen komment kategóriánk. Igen. És a következő. Ó, a kedvencünk. Az egyik legjobb. Nos. Hát erről mit volt? Szép irodalom, ugye? Szép irodalom, illetve a szórakoztató irodalom sárba tiprása a következő kategóriánk. Talán ezek a leggyakoribb kommentek. Igen. Igazából ide próbáltam azokat kiszedni, amik tényleg ilyen értelmetlenek, mert csináltam ugye az emelt magyarra olvasott kötelezőkről videót, és az alatt aztán van kismillió... Kaptad az ívet. Igen, ott van kismillió komment, de így próbáltuk azokat, amikben itt tényleg nincs építő jelleg. Meg az, hogy... Igen, folytasd. Bocs. Nem gond, nem szóval vagy szerintem az összes komment, ami így a szép irodalommal kapcsolatban jött, hát egyrészt invalid, mert meg lehet támadni, de mindegy, ez ilyen örök harc, és sose lesz egy vége annak, hogy a szép irodalom és szembeállítva a szórakoztató irodalommal, mert ennek nem lesz vége soha, mert mindig lesznek olyanok, akik nem fogják így ezt. Nem tudom, nem tudom, mit mondjak erre, mert ezt hagyjuk. Jó, szerintem mielőtt... Ez egy nagy kedvenc. Igen, mielőtt elkezd, belemegyünk a kommentekbe, hogy... Tehát... Mit szeretnél mondani? Ki szeretném fejteni a véleményemet így a kötelező olvasmányokhoz és ezekhez kapcsolódóan. Igen. De mielőtt ezt elmondod, én azt így... Én szerintem szögezzük le, hogy elég egyértelmű, ha valaki ránéz a csatornára, hogy ez nem szép irodalomról szól. És most a szép irodalmat egyébként nem tudom, hogy definiáljuk, mert főleg a magyar nyelvű irodalomban ez így eléggé ilyen... Főleg a kortársnál... hogy úgy mondjam. De hogy főleg a kommentelők között én azt látom, hogy szép irodalomnak ők azt nevezik, ami kötelező olvasmány. És így... Mit akartam? Nem tudom. Cut! Tehát, hogy annyit így szögezünk le, hogy ja, valaki ránéz a csatornán, ez nem arról szól, hogy ez most ilyen irodalmi... Analizáljuk a könyveket, és csak szép irodalmat olvasunk, és... Nem, ez nem arról szól, és ha azt keresed, akkor keresd tovább. Vagy te lehet saját csatornát csinálni. Egyébként igen, bárki indíthat YouTube csatornát, úgyhogy ha úgy érzed, hogy hiányzik az megfelelő mélységű szép irodalmi diskurzus a magyar YouTube-ról, hajrá. De hogy felesleges olyan dologért támadni ezt a csatornát, ami nem is próbál lenni az a csatorna. Ez a csatorna nem próbál egy irodalmi műhely lenni. Tehát én alapvetően úgy vagyok az ilyenekkel, hogy én azt próbálom csinálni, meg olyan videókat, olyan típusú videókat próbálok csinálni, és azt próbálom azokban elmondani, ami alapvetően engem is érdekelne. Tehát nem olyat próbálok csinálni, amit nem néznék én speciál meg,
és ezért én soha nem próbáltam meg egyik videómban sem a könyveken belül, a tartalmukon belül az XY metafóráknak a világirodalomban kifejtett mélységeit analizálni, hanem csak élvezni szeretném azokat a könyveket, megpróbálom a minimális történetet, ami körülbelül a fülszövegén is rajta van, átadni, hát ha érdekel titeket, és ezen kívül elmondom, hogy nekem amúgy ez a könyv tetszett, nem tudom, hogy tetszette vagy sem, és így ennyi, tehát nem, soha nem is próbáltam ettől mélyebb kifejtésekbe menni egy könyvről sem. Ennyi. És tényleg. De hogy, és ezt te tudod is, és ez elég egyértelmű, bárki rajz a csatorna, hogy ez nem. Én egyszer nem próbáltam magam ilyen hatalmas irodalmának eladni, mert én például magyar órán sem éreztem soha azt, hogy én így ezt tudnám csinálni, vagy hogy engem ez érdekel. Tehát, hogy ez nem egy irodalmi kritikai csatorna. Ez szerintem. Engem a könyv sztoria érdekel, és így ennyi. Ha jó a sztori, jó a könyv, ha nem jó a sztori, nem jó a könyv. Illetve te tetszik a sztori, vagy nem tetszik. Tehát, hogy ennyi. Szóval ez egy szubjektív igen. csatorna. Főleg ez az, hogy a másik kedvencem így ebben a kötelező, meg világ szép irodalom, meg mindenféle kategóriákban, hogy általában tényleg mindig az ilyen kötelező irodalmaknál van az, hogy kapom a támadásokat, és azokkal pedig az a problémám, hogy én értem, hogy ezt valakik egyszer megmondták, akik ehhez nagyon értenek, mert én nem értek hozzá, én ezt elismerem, de akik ehhez nagyon értenek, azt mondták, hogy ez már pedig a világ egyik legjobb alkotása. Oké, ők ezt mondták, de mivel mindannyian emberek vagyunk, és mindannyiunknak más véleménye van, és mindannyian más szeretünk, ezért én nekem miért kell azt azért szeretnem, meg miért kell azt azért elolvasnom, mert mások azt mondták, hogy el kell. Meg hogy ez így van. Most erre tudom, hogy megint azt fogom kapni, hogy mert hogy nem értem, mert nem olvastam eleget, meg mit tudom én, mert mindig ezt kapom érte, de ez csak másik ember véleményét próbálják rámerőltetni. Igen, és egyébként így el szeretném ezt még hozzáfűzni, hogy az, hogy valami, volt is egy ilyen komment, hogy nem véletlenül került az be az irodalmi kánonba, vagy mit tudom én, hogy, itt van-e. Hogy így, ja, nem véletlenül. És hogy ha te nem érted, hogy miért került be oda, akkor valószínűleg neked is utána kéne nézed dolgoknak. Szóval az irodalom az nem egy ilyen valamitől független lény, tehát az függ időtől, helytől, hatalomtól, és az, hogy mi kerül be abba a kánonba, az igenis egy, nem tudom, az reflektál sok mindent a társadalomra nézve. Úgyhogy nem azt jelenti azt, hogy valami benne van az irodalmi kánonban, hogy az tényleg egy zseniális mű, mert egyébként olyan nincs, mert nincs egy olyan könyv, ami mindenkinek tetszik, és nem kell azzal jönni, hogy mert itt nem az a lényeg, hogy tetszik-e. Nincs egy olyan könyv, amit bármikor így megfognál a világtörténelem bármelyik pontjába belehelyeznél, akkor arra mindenki azt mondaná, aki mondjuk akár irodalmár is, tehát nem csak így az átlag közönség, hogy ez egy remek mű. Nem, ez nem így működik. Tehát az akkor is ott nem véletlenül került. Most ez így nem jó, nincsenek összefogva a gondolataim. Na, amúgy szerintem jól csinálod, de engem meggyőztél. Na igen, tehát maradjunk abban, hogy semmi nem csak így egy légüres térben került bele abba az irodalmi kánonba. És hogyha te ezt elhiszed, mert ezt mondták neked irodalom órán, vagy az egyetemen, akkor így kritikus gondolkozás, léci. Ja. És hagyjuk meg másoknak, hogy legyen saját vélemény. Igen. Most, és hogyha nekem valaki tényleg azzal jön, hogy az XY könyv neki nem tetszett, miközben én mondjuk azt imádom, akkor azt mondom, hogy jó, neked nem tetszett. Elfogadom a véleményed, ja. És nem fogok veled vitába szállni, hogy hát de az XY, de hát, hogy az milyen zseniálisan van ott megoldva, meg hát te csak nem érted a tört. Nem. Neked nem tetszett, nekem tetszett, nem beszélgetünk erről, és akkor nem veszünk össze. Nem, meg nem is az, de tényleg, tehát ez a szép irodalom téma, ja. Hogy azért az limitált, amit így nagyon sok olyan könyv, ami mondjuk lehet, hogy tényleg technikailag, üzenetben, mindenben jobb, mint azok, amik nektek, vagy nekünk, vagy akármi kötelező elolvasni, az nem kerül ide bele, mert mondjuk az, aki megírta, az nem volt abban a pozícióban, hogy bekerüljön. Tehát, hogy ezt értsük meg, hogy ez nem szentírás, és nekem ez a bajom ezekkel az ilyen szép irodalmi sznobokkal, hogy nem, van élet azon kívül is, és azok is támadhatóak, és azok sem, és nem időtállóak, mert egyáltalán nem időtállóak, nagyon sok nem időtálló közülük, és hogy azok is csak könyvek, tehát ne bálványozzuk őket, és nem tudom,
Várjál, van egy jegyzetem, ebben gyorsan belekukkolok. Na mindegy, szóval szerintem az egész szép, szép irodalmi dologgal... Dorog... Ezzel az egész szép irodalmi dologgal az a lényeg, hogy nem kell neked azt... Nem. Tehát neked tetszett. Te elfogadhatod, hogy az egy nagyon jó mű, de más meg rámondhatja azt, hogy nem az, mert ez szubjektív, és így tudom, ez is egy tudomány, tudom, vannak objektív mércék, de a nap végén az irodalom igenis szubjektív. Kész, nekem ez senki, erről senki nem fog tudni engem meggyőzni, hogy nem. Úgyhogy ennyi. És ja, és lehet támadni, de én javában szép irodalmat olvasok. Egyébként amellett, hogy olvasok szórakoztatót is, mert annyira nem vagyok mazohista, hogy állandóan csak mások szenvedéséről olvassak. Na jó, de, szóval, és olvastam kortárs szép irodalmat is, olvastam régi szép irodalmat is, egészen nem tudom, a 17. századtól kezdve, úgyhogy jöhetnek a kommentek, harcolhatunk. Egyébként nem fogunk, mert én kellőképp maga biztos vagyok a saját véleményemben ahhoz, hogy ne legyen szükségem rá, hogy másokat erről megpróbáljak győzni az interneten. Egyébként. Szóval igen, tehát engedjük el ezt a szép irodalmi... nem tudom, sznobizmust, meg ez, hogy a szórakoztató irodalom az kuka. Ja, egyébként nyilván van egy csomó olyan könyv, amire mi is azt mondjuk, hogy fú, hát ez tré. És egyébként ez tőlünk se szép dolog, mert nem kéne, de ja, van, amire azt mondjuk, hogy tré, de hogy ezt így megtartjuk magunknak, és nem próbáljuk másra ráerőltetni. És ja, nem érdekel. A kőszívű ember fiai akkor se egy jó könyv, sose volt jó könyv. Kész! Az aranyember? Tetszett! A kőszívű ember fiai? Nem! Szóval legyünk kritikusak, nem kell mindent elhinni az irodalmi, nem tudom, szemináriumotokon, az egyetemen, mert nem kell mindent elhinni. És így, ja, olvass sokat, olvass a határaidon kívül is, és még annyit szeretnék elmondani gyorsan a magyar szép irodalomról, hogy békén lehet vele hagyni, nem kell erőltetni másoknak, mert a magyar szép irodalom, én azt vettem észre, hogy itt az a kritikai szempont, hogy legyen vulgáris, meg trágár és alpári, és akkor puff, már is van egy magyar szép irodalmi könyved. Kösz, nekem erre nincs szükségem. Nem. Én ezt nem kérem, én ezt nem találom szép irodalomnak. Úgyhogy így, ja, élni hagyni, hagyjatok békén. Azt olvasunk, amit akarunk. És hogyha te szép irodalmat akarsz olvasni 0-24-ben, hajrá, csináld. Nem érdekel. Nem bírta a kamera. Felvétel leállt a rendem közepén. Nem, igazából befejezted. Belül is. De mindegy, a lényeg az, hogy igen, van szép irodalom, igen, van szórakoztató irodalom. Mindenki olvasson azt, amit akar. Szerintem örüljünk neki, hogy ha valaki egyáltalán olvas, nem kell így, nem te vagy az olvasó rendőrség, hogy megmondd, hogy kinek mit. Amúgy igen, tehát tényleg, hogyha, mert én speciál a középiskolai pályafutásom alatt, mikor valakinél megláttam egy könyvet az osztályomban, akkor már így néztem, hogy könyv van nála, olvas. Mert amúgy meg én mindig megkaptam, én voltam az osztály könyvmaja, mindig megkaptam, hogy olvasok, mindig körülbelül két naponta másik könyvvel mentem suliba, mindig néztek, hogy tudtam kiolvasni, szóval igen, tehát most ne azt nézzük, hogy mit olvas az adott illető, azt nézzük, hogy legalább olvas. Mert ez egy pozitív dolog. Nyilván itt is annak kivételek, valami olyan, hogy ne, de hogy, ja, tehát ez az állandó, így lenézzük a szórakoztató irodalmat, meg okosabb, tehát hogy, ja, valószínűleg lehet, hogy te jobban értesz hozzá, meg okosabb, mert mint hogy most így a te alatt azokat értem, akik így ezeket írták, csak így jobban esik így mondani. Szóval esélyes, igen, hogy te szakmai szempontból jobban értesz hozzá, meg mit tudom én, de hogy, ja, megvan arra is így a megfelelő platform, és nem egy személyes YouTube csatorna az annak a kommentje. Indíts egyet, megnézzük a videóidat nagyon szívesen. Viszonylag. Na, szerintem akkor menjünk rá a kommentekre. Igen. Hát most a sorban van, ahhoz képest ugye, hogy megkaptam őket. Szóval volt az a videó, az a két videó, amikor arról beszéltem, hogy körülbelül mi a vagy hogy milyenek a tavalyi évben az emelt magyar szóbeli bekért könyvek. És erre kaptam egy ilyen kommentet, hogy miért akarsz emeltezni, ha utálod. Ennek az a története, hogy én egyébként félig meddig nem önszentemből emelteztem, mert nem kellett volna még egy emelt, mert már volt egy angol emeltem. Viszont tanárváltásom volt, ha már így belemegyünk a sztoriba.
És én közepezni akartam, viszont tanárváltásom volt. Megkaptam egy sokkal keményebb tanárt, mint előtte, és mivel nem akartam másik faktra átmenni, és átmenni a középmagyaros csoportba sem, maradtam emelten, és úgy voltam, hogy ha már megtanulom így is, úgyis órára ezt a sok bonyolult dolgot, akkor már el tudok menni azzal az erővel emeltezni is. Szóval ezért mentem. És itt hozzátenném, hogy én tudom, hogy az emelt magyaros csoportomból én olvastam el egyedül az összes kötelezőt emelt szóbelire. Mindenki tőlem kérdezte, hogy melyik könyvben mi van, szóval szerintem értékeljük már ezt, hogy legalább elolvastam őket, mert előttem felelt olyan szóbelin, akintől megkérdezték, hogy a Ibsentől a Nórának miért az a másik címe, hogy babaszoba, erre azt mondta, hogy mert biztos születik benne egy gyerek. És ehhez tegyük hozzá, hogy mert muszáj emeltezni annak, aki szeretne tovább tanulni, tehát hogy így... Főleg most már. Nem tudom, aki nem ismeri az a csodás oktatási rendszerünket és annak működését, az így már így alapból így ez a nulla, és innen indul, hogy mennyire érint meg a komment. Tehát, hogy, ja, nézz utána, így működik az oktatási rendszerünk, és így... Ja. Főleg most nem vagyok benne biztos, hogy most pontosan hogy van, tehát hogy mikor én kimentem középiskolából, nekem még úgy volt, hogy egy emelt kell, bizonyos szakokra, de most már ugye egy emelt az kötelező, és hogyha szeretnél plusz pontot, akkor kell még egy emelt, szóval most már még bonyolultabb a helyzet. És ez nyilván nem jó, hogy rá van erőtetve mondjuk akárkire, hogy emelt magyarozzon, mert még az az, amiből talán a legjobb, de ez így működik. Ja. Na mindegy. Ez igen, tehát hogy a személyes preferenciós ízlés alapján mondasz negatív véleményt a könyvekről, szerintem ezt már így kiveséztük, hogy de ez a csatorna erről szól. Ja, de... Most csak azért olvasom, hogy igen, az az emelt magyaros videóim voltak, és hogy nem személyes preferenciás ízlés alapján, tehát én meg vagyok vádolva, hogy nincs háttértudásom, és olvasottság hiányomban. Ja, bocs, hogy egy kicsit hirtelen ránéztem. Én is csak most olvasom. Ja. És én egy szóval nem mondtam egyébként az emelt magyaros videóm elején, hogy én majd elmondom az emelt magyaros tételeket, amiket addigra körülbelül már félig meddig megtanultam, és majd nem tudom, milyen irodalmi videót fogok erről mondani, hanem nekem azzal a videóval kizárólag az volt a célom, hogyha te azt megnézed, így nagyjából tud félig meddig a sztoriát az adott könyveknek, és tényleg abszolút ennyi volt meg, hogy elmondjam a véleményem. Én nem próbáltam irodalmár lenni abban a videóban, de szerintem ezt egy szóval nem is említem ott, de tudtam, hogy úgyis ez lesz a vége azoknak a videóknak, tehát nem lepődtem meg, de nem, szóval igen, keveset olvasok, tudom. Igen. De amúgy abszolút így átsüt a lekezelő, nem is tudom, hangvétel ezen a kommenten, meg itt az összesen. Jaj, ez a bölcsészkaros! Igen, a bölcsészkaros. Igen. Hm. Igen, itt ment egy szép hosszú beszélgetés az alatt, a komment alatt, és egy ponton azt mondták, hogy nagyon remélik, hogy nem akarok bölcsészkarra menni. Poén, bölcsészkaros hallgató vagyok, úgyhogy köszönöm szépen. Poén, bölcsészkaros hallgató voltam. Úgyhogy diplomás bölcsészkaros ráadásul. És itt mondták, hogy nagyon fogok szenvedni. Szenvedsz? Nem. Olyan jó szakot választottam, hogy egész januárban itthon vagyok, levizsgáztam tök gyorsan. Tök jó szakot választottam, és tök élvezek bölcsészkaros lenni. De hogy így az van, hogy ezt a kommentet valószínűleg olyan írta, aki vagy irodalomszakos, esetleg szabad bölcsészszakos, és így... Az teljes, tehát egy bölcsészkaron. Igen, bölcsészkaron nem csak olyan szakok vannak, ami ilyen nagyon durván irodalmi szak, szóval... Szóval akkor, ha már lehet, kérlek, ne általánosíts. Igen. Na mindegy, de hogy igen, ez abszolút... ez az olvasásra úgy tekintenek, mintha egy Marvel filmet néznének, és így ez már megint ez a... És egyébként ez a filmeken belül is abszolút megvan ez a... Mi számít akkor rendesen filmnek, és mi az, ami nem, és így... Ne pazarold erre az energiád. Ja, legyen meg a véleményed róla, mert mindenkinek meg lehet. Te olvass, amit akarsz, más meg olvasson, amit akar. Ezt már elmondtuk. Már nincs mit hozzátenni. Ja, igen, ez tetszik, hogy a YouTube biztosíthatna a felületet az ingyenesen hozzáférhető magas kulturális tartalmakhoz, így... Ne a YouTube-on akar már magas kulturális tartalmat fogyasztani, már mint bocsánat, de... Erre egyébként megvannak az olyan platformok, tehát én is tanultam könyvtáros szakon, hogy hol lehet ilyen
videókat egyébként tényleg van ilyen. Tehát, hogy van olyan magyar felület ráadásul, ami így tényleg ilyen egyetemistáknak is való, tehát egyetem, konkrétan egyetemi hallgatóknak és tanároknak vannak videók ott fönt ilyen oktatási célzatból. Szóval jó, nem az lehet. Lehet, persze, bár hogy az, hogy magas kultúra, lehet magas kultúra is tartalma a YouTube-on, oké, de hogy így, akkor csinálj, ha úgy érzed, hogy nincs. Meg nem tudom, lehet, én úgy érzem, hogy én nem valami békaseggel alól kirángatott tartalmat nyújtok itt, de lehet, hogy másnak más a véleménye. Én úgy érzem, hogy azért nem, tehát én úgy érzem, hogy fektetek bele energiát, és ez látszódik is, és nem csak így dobálom a dolgot, de tényleg lehet, hogy ez másnak máshogy jön át, én azért tényleg sok energiát beleölök ebbe, de személyes vélemény, bocsánat. De nem vagy elég jó. Ja, bocs. Ennek a kommentelőnek. Jó, hát olyan... A YouTube csatorna is olyan. Nem fog mindenkinek tetszeni a tartalom, mint gyártasz. Szóval, amit még nem értek, hogy akkor miért nem csinálod azt, hogy megnézel egy videót, nem tetszik, és így ennyi volt. Azt nem értjük még, hogy miért ölsz bele, miért ölnek egyesek bele feleslegesen energiát abba, hogy végignézzenek egy videót, ami nekik nem is tetszik, vagy akár többet. Ja. Hogyha, nem tudom, magamból kiindulva elkezdek nézni valamit, ami nem tetszik, akkor így azt mondom, hogy oké, bezárom, és valami hasznosabban töltöm az időmet. És például nem kezdesz el rányomkodni a billentyűre, hogy valami trollkodást ott hagyd be. Én amúgy életemben nem hagytam még utálkozós kommentet. Hát ez a baj. Lehet el kéne kezdeni. Na igen, szóval, hogy... Én úgy érzem, hogy ha tényleg valakinek nem tetszik az, amit csinálok, akkor van egy csomó más videós YouTube-on, van egy csomó más féle, akármilyen tartalom, akkor nézd más szerintem. Mert aki nézi a videóimat, lájkolja őket, meg feliratkozik, az valószínűleg azért csinálja, mert tetszik neki, amit csinálok, és engem csak az a része érdekel. Tehát az, hogy kinek nem tetszik, az annyira már nem az én dolgom, mert úgyse tudok megfelelni mindenkinek. Ja. Jól mondtad. Ez a közös videó alatt volt. Ez a közös videó alatt volt, igen. Ezeket a moslékokat olvassátok. Olvassatok, jó? Jokia. Jokia Mixer. Az nem az kicsoda. Ki az a Jokia Mixer? Az igen, ezért kar volt vidit csinálni. Hát mondjuk egyébként nálam ott ásta el magát ez a kommentel, hogy azt írt, hogy vidit. Igen. Meg moslékok... Igen, már... erre kommentáltam valaki más alá is, hogy Harper Lee, neked moslék. Tehát ugye a közös videónknál az volt, hogy első mondatos kihívás, és én tudom, hogy Emmának a kedvenc könyved. Nem. De egyik kedvenc. Volt. De szereted. Mindegy, szerette. Az a lényeg, hogy szerette a Ne bántsátok a fekete rigót, és akkor abból vettem ki az első mondatot neki az egyiknél. És a moslék. És ez is így a moslék kategóriába tartozik, és Harper Lee pedig Amerikában, nem is tudom, mi szép irodalom, de hogy egyébként ehhez szeretném hozzátenni, hogy egyébként azóta újra értékeltem a Ne bántsátok a fekete rigóthoz való viszonyomat interszekcionális szempontból, és hogy így erre bátorítanék mindenkit, aki itt a szép irodalommal dobálózik, hogy kritikai gondolkodás, és így néha bíráljátok felül a saját véleményeteket is, miután új információkra leltek. Mert így működik a világ. Ja igen, de ez is, hogy Jokia Mix. Utána fogok nézni Jokia Mixetnek, és feltétlenül elolvasom. Tehát, hogy le vagyunk ugye moslékozva, de hogy általában, amikor valaki próbálja azt mondani, hogy már nem olvasok elég szép irodalmat, meg hogy csak moslékot, meg ponyvet, meg mit tudom én dolgokat olvasok, akkor mindig csak tényleg a kötelezőkkel tud dobálózni, és semmi új eredetit nem szoktak hozzáírni, ja. Tehát hogy olyat, aki nem az irodalom órán megtanult lenne. Szóval ezek szerint ők is csak azt mondják, ami irodalmon volt. Igen. Igen, ez már megint ez, igen. Yes. Egyébként ezt értem, hogy miért baj, hogyha ezt írja, hogy egy fiatal lány csak love story, krimit, horrort olvas. Amúgy ezek közül egyébként egyiket sem szoktam nagyon és olvasni. Úgy rászokik a könnyű műfajra, mint a drogra. Tehát, hogy szerintem elég szűk az a réteg, aki nem azért olvas, mert
szórakozásból olvas, hanem mondjuk hivatásból, vagy kritikai szempontból, vagy akármi, és hogy így mi az, hogy rászokik a könnyű műfajra, mint a drogokra? Hát olvasson könnyű műfajt. Most egyébként, tehát hogy aki ilyet ír, az valószínűleg nem tudom, egész héten gürizik a melóba, és így az a kikapcsolódás, hogy akkor hazamegy és elolvas egy nem tudom, romantikus regényt, így hadd olvasson már el egy romantikus regényt, és ha csak azt akar olvasni, akkor hadd olvasson csak azt. Ja, meg ne a mennyiségre, hanem a minőségre menjek rá. Nekem az a minőség, ha élvezek egy könyvet. Ja, igen, meg ez a javaslom, ne javasold. Ja, és barátilag. Fogse. Már nincs egyébként sok, de az a probléma, hogy a kamerának nagyon megviselte, igen, úgyhogy most megint le kell állítanunk a felvételt. Megyünk tovább, gőzerővel. Szóval, az jö... Ja, igen. Ez körülbelül kb. A legfrissebb komment egyébként. És ez az izlandos barangolás Európában volt. És ugye megkaptam, hogy tartalmatlan a videó, mert nem beszélek a szerzőről, a történetről, sem tudunk meg konkrétan semmit. Na, ennek szerintem itt ott hibázik ez a dolog, hogy soha nem szoktam a szerzőről beszélni. Tehát nem, az a probléma, hogy nem is értem, hogy itt mit vártak volna tőlem el. Tehát, hogy én nem tudom, a szerzőről kellett volna komplett háttérsztorit adnom, vagy nem értem. Igazából az egész barangolás Európának az a lényege, hogy olvassak más európai szerzőktől is, akik nem britek, vagy magyarok. Mert amúgy nem szoktam, szóval, hogy ezt próbáltam is. És meg, ennyi a célja az egésznek. Meg ezek a barangolás Európában-os videók, ezek kedvcsinálók. Igen. Nem elemző videók. Egyszer nem elemeztem egyiket se. Elolvasom, elmondom ugyanúgy a véleményem, csak az a különbség, hogy nem angol szerzője van a könyvnek, hanem másmilyen. És ez a rész, hogy a történetről nem tudunk meg semmit, de igen, mert most abban a videóban nem spoilereztem, de mivel de elmondtam, hogy egy idős nőnek a mindennapjairól szól. Chill. Bocsi. Szóval, hogy ez a sztori az idős nő mindennapjairól szól. Ezen kívül nem tudok többet elmondani, max felolvasom azt a 120 oldalas könyvet nektek, tehát, hogy ennyi. Szóval ezt nem értem. Nem volt elég mély, nem volt nem értek az irodalomhoz, és kritikán aluli vagyok. Ja. Melyiket szeretnéd előbb? Jaj, még van? Jaj, igen. Nagyon sok van. Hát, igen, ez már megint olyan... Igen. Ezt szerintem már kivel hulladékot olvassunk erről, szerintem már tényleg felesleges további... Meg hogy ez, hogy egyszerűen a mai kor embere nem olvas, vagy ha igen, szemetet. Most akkor döntsük el, mi a fókusz, hogy az ember olvasson, vagy olvasson, de nem mindegy, hogy mit. És egyébként szerintem sokan ezért nem olvasnak, és erről lehetne egy külön videó, hogy hogy üli ki az emberből az olvasás iránti vágyat az irodalomóra, meg a többi, de hogy ez az, megpróbáljuk már meg így bekorlátozni. Igen, mert szerintem sokan azt hiszik, hogy nincs bennük az az akarás, hogy olyan könyvet keressenek, ami nekik tetszik, mert ott van az irodalomóra, és ott olyanokat dobálnak nekik, ami javarészt általában nem tetszik, mert 15 évesen még ha akarod, se tudod úgy értékelni azokat a könyveket, ahogyan mások szeretnék. Ennyi. De ez szerintem ez már ne is beszéljünk erről többet. Kettő van még. Melyiket szeretnéd előbb ezt? Ezt? Igen, ez már egy törölt komment. Igen, ebben az a poén, hogy ez napokig kim volt a videó alatt, és utána egyszer csak töröl veled, de megvan, mert általában, amikor kapok valami hasonló kommentet, az első dolgom az, hogy screenshotot nyomok, és akkor küldöm és Emmának, vagy apának, vagy valakinek, és akkor... És ez megint ennyi. Ilyen internet használat van óvan. Bármit felraksz az internetre, vagy kiírsz, vagy akármi, annak nyoma van. Igen, mert de ráadásul, tehát, hogy ezt évvégén kaptam, ilyen november környékén, egy szeptemberi összegzős videóra, és megkaptam, hogyha rossz a hangulatom, ne csináljak videót, mert hogy úgy vette le az emberünk, hogy én nagyon fikázom az adott könyvet, ami azért nem igaz, mert én szerintem egy rossz szót nem mondtam a könyvről, csupán elmondtam, hogy mivel én 2000-ben születtem, ezért a 90-es évekről nyilván nincs annyi tudásom, és nem tudom az ilyen utalásokat átvenni, ráadásul meg annyit...
annyit elmertem mondani, hogy ez a könyv nem nekem való volt. És ez nem a hangulatottól függött egyébként, és ez már megint az, hogy nem lehet saját véleményed, azt kell gondolnod az adott könyvről, amit a kommentelő gondol. A másik meg ez a hangulat dolog, de ez a te saját személy, tehát ez egy személyes csatorna. Meg tegyük hozzá, tehát hogy mivel most egyetemre járok, és ugye nem vagyok itthon, tehát nem tudok videót fölvenni. Amikor épp jó hangulatom van, akkor sajnálatos módon csak akkor tudok, mikor rossz hangulatom van. És most én nem tudom, szerintem az egy jó dolog, hogy én megpróbálok úgy is tartalmat gyártani, hogy nem vagyok feltétlen ilyen nagyon happy hangulatban, de én akkor is próbálkozok, mert nem akarom azt, hogy ne legyen minimum heti egy videó, vagy mondjuk két hetente egy, mert még az is előfordult ott szeptemberben. Persze nehéz volt az átállás az egyetemre, de én közben próbáltam megtartani ugyanúgy a YouTube csatornán, hogy legyen tartalom. Most az, hogy abban a videóban pont rosszabb hangulatom volt, és ezért úgy értelmezt, ezt valamiért arra lett rávetítve, hogy nekem rossz hangulatom van, és ezért úgy néz ki, mintha az a könyv, azt a könyvet én fikáznám, vagy nem tudom, pedig esküszöm, egy rossz szó nem hangzik el. De ha meg igen, akkor tök mindegy, az a te véleményem. Tehát, hogy ezt nem, szerintem a kettőnek semmi köze egymáshoz, valamikor én is fáradt vagyok, de attól még megcsinálom a videót, mert én saját magamnak akarok bizonyítani, meg a teljesítményem. Meg a másik meg az, hogy szerintem nem baj, hogy nem próbálsz úgy csinálni, ez az, hogy mintha mindig happy lennél, meg mindig minden jó lenne, mert nem az. Mármint ha valakinek az, akkor tök jó neked. De hogy nem, és hogy azért egy ilyen minimális ilyen őszinteség azért hadd legyen már a videóban. Ja, meg ez, hogy nem a műhibája, hogy én 2000, amúgy nem 2000 után születtem, 2000-ben de születtem. De hogy ez is, hogy de az a te saját személyes igen. véleményed, hogy neked valószínűleg ezért nem szóval, jött annyira át. És így de tényleg, fogadjuk ezt el. Csak azt tudom erre mondani, hogy egy rossz szavam nem volt a könyvre. Tényleg. Na, az utolsó, ez a legutolsó. Ez mondjuk nem is ide tartozik inkább. Ez még az előző. Ez, na nem baj. Ez ugye a stílusod fikerása, ami egyébként egy filmről való élményt beszáll monóhoz. Igen, tehát a Harry Potteres dolgokat, azokat nem is vettük bele, mert a Harry Potter ugye az tipikusan egy olyan téma, ami megosztja a fanokat is. Már arra külön videót lehetne csinálni. Igen, és ugye a Grindelwald-os Fantastic Beasts filmről van egy 40 perces értékelő videóm a csatornán, amiben állítólag a komment szerint 25 perc alig azt hallgatja. Emma, rossz vagy? Szóval állítólag 25 percig azt hallgatható a videóban, hogy én azt mondom, hogy annyira cuki, meg de aranyos, meg júj. Ezt tudom, hogy nem igaz, mert tudom, hogy nem igaz! De nem, mert annak a 40 perces videónak körülbelül abban 30 perc az, hogy én szidom a filmet, és ezt tudom, hogy, tehát hogy 25 perc kizárt eset. Főleg, hogy az volt a célom, hogy elején elmondjam a pozitív dolgokat a filmről, hogy utána tudjam fikázni. De még ha azt is csinálnád, ez egy igen. élménybeszámoló igen, volt. Igen. Szóval... meg... Erre megint azt tudjuk elmondani, hogyha nem tetszik a stílusom, ja, ne nézd meg a videót. Amúgy meg tényleg, tehát erre egy 40 perces videóról beszélünk, amit végignézett az illető. És szerintem akkor ezzel le is zárhatjuk, mert nekem ez lenne az egészből a fő tanulság, hogy az internet használat... Tehát egyrészt az internet attól, hogy nem tudod megfogni, attól még egy valós hely, és bármi, amit te oda írsz, az eljut egy másik élő húsvér emberhez, és így nem tudom, tehát gondolkodjunk el azért előtte, most persze idl a vélemény, mit tudom, hogy nem erre gondolok, hanem ez például ez az ilyen tök felesleges, sértegető, meg fikázó dolog, hogy te ha az utcán találkoznál valakivel, akit nem ismersz egyébként, mert nem ismered, neki is ezt így oda mondanád az arcába, mert ha igen, akkor így nem tudom, akkor lehet érdemes átgondolkozni a dolgokon. De hogy ja, az internet az egy ugyanolyan, mint hogyha itt találkozál a Matildával az utcán, és ott megmondanak, hogy kicsim, növezd meg a hajad. Egy vadidegennek. Ja. Egyrészt. Másrészt meg, hogy pont az a jó az internetben, hogy azt fogyaszthatsz rajta, amit akarsz. És senki nem nyomja látok, hogy neked most muszáj megnézed ezt a videót. Nem. Bezárhatod, és kereshetsz mást, amit tetszik. Úgyhogy így... Ja. De ez a te döntésed. Szóval én senkit nem kényszerítek, hogy nézze a csatornát. Ja. Nem hipnotizáló a videón keresztül sem a nézőket, szóval meg lehet nyugodni. De hogy így cserébe szerintem annyi elvárható, hogy így olyanért ne
kritizáljanak, ami nem is próbálsz venni. Ja. Ja. Igen, szerintem... Szerintem bőven kifejtettük a véleményünket. Jól van. De hogy így... Ja, nem tudom. Élni és élni hagyni, legyünk kedvesek, pozitívak. És ha valami nem tetszik, nem kell végignézni. Ez az. A véleményünket próbáljuk meg úgy átadni, hogy ne menjen át személyeskedésbe. Nem tudom. Vagy személyes támadásba. Ja. Úgyhogy így... Tehát el lehet mondani, de akkor azzal ne támadjuk a másik illetőt. És azon nem kell megsértődni sem, hogyha valakinek nem egyezik a véleménye a tiéddel. Ja, nem dől össze a világ. Egy dologgal még így ennek a videónak a végén, ha valaki ideig eljutott benne, tartozunk. Vagy hát én tartozok, te meg részben, mert ez a videó azért lett, mert Emma azt mondta, hogy 3000 feliratkozónál fog még egyszer leülni mellém. Miért? Közösen videót csinálni, amit elértünk, és nekem volt ez a 3000 feliratkozós nyereményjátékom, aminek most lenne akkor a hivatalos eredmény hirdetése, szóval a nyertesünk ez a kommentelő, neki pedig mindketten gratulálunk. Igen. Igen, mindketten gratulálunk. És a többieknek pedig azt üzenném, hogy nem kell elkeseredni, mert valószínűleg még lesz máskor is nyereményjáték a csatornán, úgyhogy igen. Viszlát a 6000 feliratkozós videóban. Igen, 6000-nél. Majd megbeszéljük, mikor vagy hajlandó veled közelebb. Mik a feltételeid? Meglátjuk ez a videó milyen reakciókat vált ki, és majd utána beszélünk a hát, ha sok komment, amire kell reagálni. Ja, reagálás a kommentekre másodikra. Köszönöm, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Páá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